Parancsoljon ki. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Első alkalommal kapok egy ilyen mikrofont, úgyhogy köszönöm szépen. Hasonlóan, ahogy képviselőtársam, én is egy társadalmi-gazdasági problémáról, plusz demográfiáról szeretnék beszélni. Tényadatokkal alátámasztva, amit önök is és mindenhol felelhető adat. Miről is beszélek? Ha megnézzük, 2010-ben Magyarország lakossága 10.014.000 fő volt. 2023-ban ez az adat 9.600.000 fő. Hogy ennek mik a fő okai, ezt szerintem önök is tudják, de azért néhány dolgot hadd emeljek ki. Az első az elvándorlás, és itt is egy adatot hadd mondjak el önöknek. 2010-ben, amikor rekordszámú volt az elvándorlás Magyarországra, akkor ilyen 37-38.000 ember ment ki az országból. A tavaly évben 2023-ban az akkori rekordot is megdöntötte, 40.000 ember döntött úgy, hogy elhagyja Magyarországot. A következő a születések számának az adatai, és ez is eléggé megdöbbentő. Ha 2023 júniusát hasonlítjuk össze a 2024 júniusával, akkor 17%-kal csökkent a születések száma, ami egészen megdöbbentő adat. Még egyszer mondom, 17%-kal csökkent a születések száma. A harmadik pedig a halálozási adatok. Tudjuk nagyon jól, és látható bármelyik oldalon megtalálhatók ezek az adatok, hogy nagyjából évről évre egy kisvárosival kevesebben vagyunk. De önök ugye a köztévében, ami azért kimarad, vagy néha azért elmondják, hogy állítólag a magyarok kalandvágyból hagyják el az országot, hát tisztelettel jelenteném, hogy nem, hanem a magasabb bérek, a nyugodt kiszámítható jövő miatt, és nagyon sok fiatal úgy gondolja, egyre inkább látható az adatokból, hogy elhagyja az országot. És még egy döbbenetes adat, amit önöknek itt szeretnék elmondani, hogy minden hatodik gyermek külföldön születik, ott fog óvodába járni, iskolába, és nagy valószínűséggel nem is fognak már hazatérni. De hogy a bérekről beszéljünk, és egy kicsit a bérek összehasonlítására is essék szó, akkor az is látható, és ez is a legújabb felmérés alátámasztja, hogy Magyarország Bulgáriával az utolsó előtti helyen kullog, 9,1 eurós órabérrel, ami az uniós átlag körülbelül 24-25 euró, a szomszédos Ausztriában ez körülbelül 27 euró. És itt korábban volt egy felszólalás itt a magyar foglalkoztatásra, és hogy milyen jó számadatok vannak, akkor elmondanám, hogy a munkanélküliségi rátával kapcsolatosan ez is egy friss adat. 2024. március és június közötti vizsgált időszakban 4,4%-kal nőtt a munkanélküliek száma, ez 27 ezer főt jelent, jelen pillanatban 220 ezer ember van munkanélküli státuszban. De nézzük is meg, hogy az elmúlt években mi történt, amikor arról beszélnek önök, hogy a béreket fel kell zárkóztatni. Egy brutális mértékű inflációval terhelt magyar gazdaságban, a magyar munkavállalók és a magyar emberek megérezték azt, hogy a boltokban 30-40%-kal drágábban tudnak élelmiszert vásárolni, a gyermekneveléshez szükséges árukat is, de a bérek ugyanezt nem követték. És elértünk oda, hogy külföldön ugyanannyiért vásárolunk, mint itthon Magyarországon, de a bérek tekintetében, ahogy már jeleztem, legalább dupla vagy háromszoros kereseti lehetőség van. De nézzük egy kicsit az áfa kulcsot, az áfának a kérdését. Jelen pillanatban Magyarország a világon az első három helyhez tartozik, ahol 27%-os áfával terhelt minden. Én azt gondolom, hogyha megnézzük a szomszédos Ausztriában, ez az adat, ez 20%-os általános forgalmi adót jelent. De hogy korábban képviselőtársam is beszélt már róla, és én is szeretnék azért kitérni a 2008 óta változatlan családi pótlék összegén, ami egészen megdöbbentő számomra, érthetetlen, hogy a magyar kormány miért nem nyúl a családi pótlék összegéhez. Mi azt mondjuk, és folyamatosan ezt kommunikáljuk, hogy minimum meg kell duplázni, és infláció követővé kell tenni. Hát azt gondolom, méltatlan az, hogy 2008 óta a családi pótlék összege az változatlan. De még egy adatot szeretnék, és ez az ingatlan árakkal kapcsolatos, és ez is eléggé megdöbbentő adat. 2015 óta, bocsánat, 9 évtelettel az ingatlan árak 188%-kal drágultak, az albérlet díjak pedig 86%-kal drágultak, amit ha megnézzük az elmúlt mondjuk közel egy évtizedet, akkor azt gondolom, hogy a magyar bérek és a magyar munkavállalóknak, a magyar embereknek nem volt olyan lehetősége, hogy robbanásszerű bérnövekedés lett volna. Ezért azt gondolom, hogy ezek az adatok, ezek mind alátámasztják azt, hogy jelen pillanatban Magyarországon társadalmi, gazdasági, morális problémák vannak, és mi hamarabb a magyar kormánynak lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a magyar emberek megélhetését elősegítse, és könnyebbé tegye az életüket. Köszönöm, hogy meghallgattok.